eldobja. Van még egy másodperc, dobnia kell Kálmánnak, és bedobja Kálmán Tamás! Megint van egy utolsó másodperces, majdnem félpályás kosár. Most nem Clark, mint az előző paksi meccsen, hanem Kálmán, és ez lélektanilag nagyon sokat jelenthet a Zalaegerszegnek. Nem azért, mert négy ponttal megy csak négy pontos hátránnyal a szünetre, hanem mert lélektanilag nagyon sokat dobhat a vendég.